üdvözöllek, Oljana Szodi televízióban. Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor 2018-ban lemezfelvétel folyt a könyvtárban. Emlékszel még erre? Igen. Igen. Melyik lemez is volt ez? A História zenekarral a Bohócnak is jár a Taps című lemezünket vettük fel itt. Mi történt veled? Mi történt veled azóta szakmai téren, nagy vonalakban? El kell, hogy mondjam, ugye, hogy ezzel a zenekarral ez volt az utolsó lemez felvételünk, és jóformán azt követő egy vagy egy-két évben már csak 2-3-4 fellépésünk volt, de Harmónia díjra jelölték a zenekart, és Harmónia díjas is lett a zenekar. Ami egy nagy ugrás is lehetett volna a számunkra, viszont onnan egy mély repülés kezdődött el mindenki számára, ugyanis már több tag külön-külön haknizott, és én is próbálgattam az önálló utat, mivel vagy elfogadtam a zenetársaimtól azt, hogy otthon maradok, otthon fogok ülni, vagy pedig, és várni ő rájuk, mikor lesz idejük tovább zenélni együtt, vagy pedig tényleg egy kis szóló hakniba, vagy szóló kirándulásba kezdek, és így lett is egy kis duónk, majd egy szóló zenekar, egy nagyobb projekt is, amely több programot is készített magának. Tehát úgy a duóval is lehetett külön-külön akciókat elfogadni és felléptetni, és a nagy zenekarral is tudtunk utazgatni, szanaszéttel zenélgetni. Jött ki egy szóló albumod is, ugye? Az Olivierski 50. Ha jól tudom, milyen számok vannak rajta? Igen, itt már a elkövetkező. El kell, hogy mondjam azt is, hogy készülőben van, és már régen készen is van az új lemez anyaga, viszont ugye az anyagi források és a távolság, meg az azt megelőző időszak, ott volt a Covid, ott volt nekem is egy kisebb betegség, ami leállított, és akadályozott abba, hogy haladjunk, ott tudjunk. És persze az anyagi, ezek által az anyagiak is. Hát egy lemez elkészítése mostanában egy csomó pénzt, ugye a stúdiók, a menedzserek, a keverők, tehát mindenkire szükség van, mindenkit fizetni kell, mert mindenki ebből is él, gondolom. Tehát nem, és a valójában a profikat nem tudjuk megfizetni, hát arra nincs pénz. Egy kis garázzenekar hogy teheti meg azt, hogy ezreket füzessen egy komoly stúdiónak. Tehát mi kerestük és keresünk mindig azokat a személyeket, akik be tudnak segíteni, akik elvileg kevés pénzért tudnak nekünk szolgáltatást nyújtani ezen a téren. Tehát áll per pillanat, kész az album, de áll, tehát nem tudjuk kiadni ezen indokok miatt. Viszont amit már bejelentettél, hogy a szóló lemez, amit itt készítettünk a Kultúrházban, tehát itt vettük fel Gergely Csaba és Dombóvári Balázs és Lestár Peti segítségével. Ez felvételre került, és mint koncertalbum került kiadásra is. A nyár, a fesztiválok, a különféle koncertek ideje, hol mindenhol léptél fel idén? Hát lehetőségünk volt egy magyarországi, mégpedig Mórágyi fesztiválra eljutni, amely tudtam alapján 90-es években már beindult, de aztán ott is valószínű vagy az anyagi, vagy valami más okok miatt leállt, és most indították újra. Tehát, és első alkalommal szervezték
meg újra, ezért mondom azt, hogy először léphettünk ott fel az első fesztiválon, Mórágyon, Bátaszék mellett. El kell mondanom azt is, hogy meghívást kaptunk, és mivel Mórágy, én arra gondoltam, hogy hát ez közel van Mór, hát mi egyből beleugrottunk, és hát gyerünk, hajrá, közel van, oda-vissza ezt le tudjuk játszani, és haza is tudunk jönni. Onnan aztán megnéztem a térképen jobban, és akkor rájöttünk, hogy hát ez a világ végén van, majd 300 kilométer, de azért elfogadtuk a meghívást, és jó kis fesztivál keretein bívül léptünk fel. Majd következett a Lábatlani Blues Fesztivál, mely mondhatom, hogy most már azt hiszem, hogy a 21. alkalommal volt megszervezve, és az egyik kedvenc helyünk. A Duna mellett, hát az fantasztikus a környék, a körülmény, minden adott, úgyhogy ott léptünk fel. És van még egy-két akció a közeljövőben, amire majd készülődünk, meg készülünk is. A nyár a kirándulások ideje is. Ha jól tudom, idén nyáron az Egyesült Államokban kirándultál. Mesélj egy kicsit nekünk arról, mi mindent láttál, mi mindent éltél át. Vissza kell térnem akkor az 5 évvel ezelőtti kirándulásunkhoz, ugyanis lehetőségem volt, akkor ezt is el kell mondanom, hogy hogy volt, vagy hogy lett ez a lehetőség, ugyanis én kiszerettem volna utazni Amerikába valamilyen apropó, vagy bármilyen módon, és megpróbáltam keresgélni a kapcsolatokat. És nem is volt nehéz, ugyanis Los Angelesben a Magtár Klub vezetője adott a szociális hálókon egy értesítést, hogy ő oda zenekarokat tud fogadni a klubjába. És én írtam egy levelet, hogy mi lenne, hogyha mi ott fellépnénk. Hozzáteszem, hogy akkor még a História zenekar nevében, és ő másnap visszaírt, hogy nagyon örülnének nekünk, hát hogy azonnal kezdjük el a szervezkedést, és szívesen várja, viszont ugye ez a kezdeményezés még a 18-as lemez kiadás közben, vagy éppen utána volt, és ugye a zenekar egy-két tagja nem tudta bevállalni, nem akarta, vagy egyszerűen csak elutasította, és ugye úgy meg minek úgy oda szervezkedni, hogyha nem konkrét, nem egész zenekar jönne, tehát akkor már közben én építgettem a szóló kapcsolatot, vagy a szóló zenekart, és akkor úgy döntöttünk, hogy Petőc Laci barátommal repülünk ki Amerikában, viszont az angol nyelvtudásunk mindkettőnknek kevés ahhoz, hogy mi ott boldogulni tudjunk, ezért megkértem a lányom, hogy ő jöjjön velünk, és tolmácsoljon, és menedzseljen minket odakint. És akkor visszatérek a mostani nyári kiránduláshoz, tehát mivel akkor a lányomat én elvittem, ő most felajánlotta, hogy ők ki szeretnének utazni Amerikába, pontosabban New Yorkba és a környékére, és mit szólok, hogyha ő elvinne engem. Tehát ez egy úgymond ajándék kirándulás volt a számomra, és mondtam, hogy hát hogy ne mennék, hogyha, és volt egy föltételem, valójában maga, mint New York engem nem nagyon érdekelt. Tehát a mások beszámolóiból én csak azt láttam, hogy ott egy hisztérikus jövök megyek, meg tátott szájjal utazgatok, meg járkálok a felhőkarcolók között. Tehát az volt az én föltételem, hogy ha elvisztek magatokkal, akkor vigyetek el Woodstockba. Hát
aki már hallott Woodstockról, az tudja, hogy a legendás Woodstocki fesztiválnak a helyszíne. Jobban mondva, az nem is Woodstockban van, hanem egy Bethel nevű kis falucskában, ami közel van Woodstockhoz, de mivel Woodstockban nem kapták meg valószínű az engedélyt a fesztiválra, ezért a közeli Bethel településen lett ez megszervezve. Ha jól tudom, Max Jasgur nevű úriember a farmján. És tulajdonképpen neked egy álmod is valóra vált ezzel a Woodstocki úttal, mivel? Igen, tehát ők benne voltak az utazásban. Béreltünk egy autót New Yorkba, és akkor elautóztunk ebbe a Bethel faluba, a Woodstock közelébe, a Woodstock Fesztivál helyszínére. Fantasztikus kis múzeumot építettek, úgyhogy ez egy időutazás mindenki számára, aki majd oda elmegy, meghallgathatja kedvenc zenészeit, előadóit, zenekarait, és tátott szájjal fog nézni, hogy hol is volt az a helyszín. És igen, tudom, hogy meg akarod kérdezni, hogy mi is volt, és hát ez egy bakancs listás történetté alakult, ugyanis mivel ha már ott vagyok, azt tudom, hogy azon a területen nagyon szépen nő a mező, vagy a pű, kiminek nevezi. Tehát és mindenki, hogy is mondják ezt, hogy ellen javaslatára, tehát nem szerették volna, ha én onnan tépek a földből egy csomónyi mezőt, és hazahozom, ugyanis Amerikában nem szabad. Te jól tudod, hogy semmi. És nagyon szigorúan ellenőrzik. És nagyon szigorúan ellenőrzik, és a reptereken putkosnak a minikutyáktól kezdve a legnagyobb vérebekig, akik szimatolják, hogy ki mit hoz, meg ki mit vinne ki az államokból, főleg ilyen szerves anyagok. De hát én megpróbáltam, lehet, hogy büntettet követtem el, de nem hiszem, hogy egy kis mezőért bárki bármit is tett volna velem. Kiástad, vagy hogyan? Igen, vittem egy kést a hotel szobájából, és avval kivágtam egy kis kockát, amit ott rejtegettem 2-3 napig a mosdó alatt, ott szépen locsolgattam, hogy nehogy kiszáradjon, mert akkor már nagy meleg volt, és az a felé pedig belecsempézett. Betettem a hátizsákomba, a cipőm aljára ragasztva. Ha bármi lebukás van, akkor azt mondom, hogy hát bocsánat, beleléptem egy csomó sárba, vagy mezőbe, és akkor oda ragadt, akkor majd kidobom. És túlélte? Túlélte. Túlélte, nagyon szépen szaporodik, azóta már én elültettem több helyen az udvaromban, ahol füves rész van, és akkor ott már Woodstocki fűnő ettől a pillanattól. Már többször nyírtam is, és most már nem tudom, hogy hova is ültettem el, mert azért az úgy eltűnik, ugye, a nyírás. Tehát után. Nem másmilyen, mint a mi füvünk, teljesen ugyanolyan? Persze. Ez egy ugyanaz, tehát ő. De te fogod tudni, hogy ennek történelme van. Úgy állok ki reggel az udvarba, amikor szól a Jimi Hendrix vagy a Janis Joplin, hogy kérem szépen itt a Woodstocki fűnő az udvaromba, és akkor iszom a kávémat, vagy reggeli közben mosolygok magamnak, hogy na ez is sikerült. Akkor egy pipa a bakancslistán. Lett egy pipa a bakancslistán, így van. Milyen terveid vannak a közeljövőre? Hát a zenével kapcsolatban hosszú a lista, ugyanis most megint csak visszatérnék a História zenekarra. Volt egy beszélgetésünk nem olyan régen, ugyanis összehívtam a zenekar tagokat, és elmondtam a terveim. Azt megelőzően a zenekar alapítójával, Pásztor Tibivel beszélgettünk hosszasan többször. Tehát nagyon hosszú folyamat volt, mire eljutott ez a zenekari beszélgetés, és ő mindig avval a céllal, meg azzal a tudattal jött, hogy hogyan is lehetne ezt újra fölépíteni, vagy újra indítani. Előzőleg, és most bele kell, hogy vágjak ugye a titkok elárulásába,
De előzőleg én amióta, 2018 óta, amióta az utolsó lemez kiadásától számolt időt, azt az időt én nem csak azzal töltöttem, hogy a szóló lemezt és a szóló karriert építsem, hanem a história a zenekarnak is írjam a dalokat, tehát hogy készítsünk elő egy lemezt, és most jön a titok elárulása, hogy egy musicalt írtam. Adott az alap. Volt a história a zenekarnak, már a legelső lemezén megjelent a Mit ír az újság című dal. A következő lemezén a Mit ír az újság 2-es című dal. És én akkor már tudtam, és az elsőnél még nem, de a másodiknál már tudtam, hogy ennek kell, hogy legyen folytatása. Ugyanis bátorítottak, aki belehallgatott a dalba, az már is mondta, hogy ezt valahogy egybe kell kötni, hogy hogyan tovább, meg ugye nem csak egy Kínát írt a história zenekar, ami közkedvelt lett, hanem ez a dal is egy bizonyos régióban, vagyis egy bizonyos körben kedvelt lett, és ennek apropójaként már akkor megszületett bennem, hogy lesz belőle valami. Azt még nem tudom pontosan, hogy ez egy musical vagy egy rock opera szerűség, de egy-két évvel visszamenőleg én már megkerestem egy illetőt, Borsó Ákos nevezetű illetőt, akinek elmondtam, hogy mi is a célom, majd ő lesz a rendezője ennek az egész történetnek. Tehát megkerestem őt, hogy segítsél majd ezt megszervezni, meg eleve. Én megírom a dalokat, odaadom neked a dalok listáját, egyben az a dalszöveg is, dalszövegek könyve, az a forgatókönyv is. És elkezdtem a falunkban, tehát most már akkor még falunkban, most már a városomban, elkezdtem szereplőket is keresni erre, tehát legyen meg a főmag, aztán a többi az majd kialakul. Tehát akkor már megvannak a konkrét szereplők. Megvannak a konkrét szereplők is. Kettő főszereplő, na szóval. Elárulhatod a nevüket, vagy még annyira titok, hogy nem árulod el? Még ez maradjon még egy picit titok, aztán majd kiderül. Tehát akik egyben szereplők is, és énekelni is fognak a darabban, és visszatérek ahhoz, hogy ezt a história zenekar megbeszélésén, és a folytatás apropójából ugye az elő lett adva, és sajnos a zenekar nagy többségben úgy döntött, hogy ezt nem tudja bevállalni. Benne van mindenki egy évi két-három föllépésben, ők elnevezték ilyen örömzenélésnek, viszont komolyabb munkának tűnik ez a számukra, és azt mondták, hogy ezt nem tudják bevállalni, ezért mondhatjuk úgy is, hogy rám bízták a döntést, hogy hogyan legyen, és szabad kezet adtak abban, hogy tovább használjam a história zenekar nevét, és egy új gárdát hozzak össze a folytatáshoz. Tehát én attól a pillanattól, amikor ezt mindenki megírta, hogy jó, ezt ők akkor ebből így kiszállnak, attól a pillanattól, tehát csak egy vagy két telefon hívásra volt szükségem, és mondhatom, már is összeállt az új história a zenekar legénysége. Elárulod nekünk a zenekar tagjainak a nevét? Igen, ezt most már elárulhatom, ugyanis attól a pillanattól, ahogy a história legénysége úgy döntött, hogy nem tudja folytatni ezt a komolyabb projektet és a munkát, mondhatjuk azt, hogy ki is váltak a zenekarból. Nekem egy vagy két telefonnyi hívás kellett csak, és már is megalakult az új társaság.
talán itt jelenthetem be első alkalommal, hogy az új alakult História zenekar már próbál. Tehát az új alakult zenekar tagjai, Pásztor Tibor visszatér, ő mint alapító tag, visszatér a dobokhoz. Kéfer Bálint, aki a szóló zenekarom gitárosa volt, ő is elvállalta a felkérést, és örömmel csatlakozik a új História legénységéhez. Rózsás Attila, aki per pillanat a Kerecsen zenekarban is gitározik, ő is örömmel vállalta és jön, és Antal Otto Nagymegyerről a basszeros. És így össze is állt a História legénysége, és már mondhatom azt, hogy próbálunk. Tehát két műsort is gyúr a zenekar, gyúrunk egy régebbi best of lemez anyagra és koncert anyagra, és már készülünk az úgymond a rock opera vagy a musical anyagára is. Hol láthatunk téged legközelebb? Hol lépsz fel legközelebb? Hát most írjuk már az őszi koncertdátumokat, és mivel ugye a História próbák és a lemezanyag, a szóló projekt lemezanyag eléggé lefoglal, ezért várom tőletek is, várjuk tőletek is a meghívást. Biztos megbeszélünk majd valamilyen időpontot. És de a legközelebbi időpontunk Ógyallán van, augusztus 19-én, az ottani Csemadok szervezésében. Én köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz. Köszönöm szépen.